Sziasztok! Legutóbb otthagytuk abba az Assassin's Creed Odyssey végigjátszását, hogy csúfosan összeomlott a játék, és nem tudtuk meg, hogy mi történik akkor, hogyha Alexiosszal válaszolunk a kis barátjának, hogy vagy megtaláljuk Marcosnak a kis borászatát, vagy borültetvényét. Mondtátok, hogy lehet, hogy ő nem csaj, hanem fiú, mármint főbi. Hát én erre még mindig nem jöttem rá, pedig már elég sokszor betöltöttem ezt az átvezető beszélgetést, és megpróbáltam nektek rögzíteni a felvételt, remélhetőleg most sikerül, ha nem, akkor nem tudom, mi lesz. Remélhetőleg nem omlik össze a játék, és kiderül, hogy mi történik. I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. Na, meglátogatjuk. Viszont mit szeretne? Szóval, hogyha ő fiú, akkor... I'll go tell Marcos you're coming. Eléggé mély a hangja. Vagy eléggé fura a testalkata, és a hangja meg nem tudom. De úgy néz ki, hogy legalább sikerült túljutnunk ezen a küldetésem. Most kinyírjuk őket, vagy eltakarítjuk. Most alapvetően csak pénzt akartak tőlünk szerezni, de legyünk kegyelmesek, és még nem öljük meg őket, majd a legkésőbb visszajönnek. Na viszont, hogyha visszajönnek, akkor kitépjük a szemüket, és megetetjük a madárral. Na, úgy néz ki, hogy sikerült elindulnunk, úgyhogy ez már fél siker. És el kell mennünk majd az EU szoborhoz, ami itt a távolban látszik. És látszott. Illetve föl kell vennünk a felszerelésünket. Jól van. És azt hol van itt eldugva? Ah, fönn az emeletem. Jó. Ez egy picit nézzünk körbe a tájon most már, hogy megszereztük az irányítást. Hát igen, továbbra is változatosan gyönyörű a tenger, szép a táj, és itt vagyunk az ókori Görögországban. Akkor lootoljuk ki a saját kis felszerelésünket, és az inventorival fel is vesszük. Ja. Igen, ugye, hogy előrendeltem a játékot, nekem van egy ilyen, mi ez, lándzsám, amit még nem tudunk használni. Meg még a season pass se oldottam föl. De majd egyszer az is meg lesz. Úgyhogy momentán még csak az egyes szintű picskánkat tudjuk használni. Mit ez mi? Van egy törött íjunk. Oké. Okay. És akkor nézzük a... Aha, ilyen bőr... válvédőnk van. Meg egy kisebb szoknya. Amit nem tudunk fölvenni. Ja, itt van. Akkor a szoknya az még egy ilyen... herevédő. Mondjuk úgy. Jó, még mi van? Hát túlzásban nem vittük a felöltözést. Na. Szóval kezdődik. Jó. XP-t kapunk. És ez a másik nap, másik drakma küldető, vagy fejezet. Jól van. Ugye továbbra is vannak nyersanyagaink. Puha bőr. Vas. Olajfa. Valamilyen táblák, régi táblák. Obszidián üveg. És valamilyen gyémánt. Jó. Ezeket kell nyilván gyűjtögetni. Illetve 501 drakmánk van. Hát az a fene se tudja mire elég, de jelenleg nem is kell nekünk több. Úgyhogy ott van nálunk az a kis... Hirtelen akartam mondani, nem jut eszembe sohasem a dárda, amit Leonidas forgatott a 300-ak csatájában. Jó. Oké. Okay. Szerintem akkor nincsen lovunk, vagy valami. Gyalog kell futnunk 300 métert? Na.
nem túl vendégmarasztaló. A részt vett csatáinak a nyomait láthatjuk. Lehet, hogy a mai epizódban csak így felfedezni fogunk, és nézegetjük a tájat, meg mindent. Aha, ja, ugyanúgy kézzel kapcsoljuk a guggolást. Mert ugye elég szép a játék. Kecske. És csak nézelődnék első körben, aztán úgyis majd jó sok videót fogok nektek csinálni a végigjátszásról, mint az Origins-nél is. Üdv neked! Nagyon napbarnított a hölgy, biztos sokat napozott ő is. A térképet akartam megnézni, azért elég nagy lett a táj. Állítólag eddig ez a legnagyobb bejárható világ. Így az AC történetében. Úgyhogy ha emlékeztek az Origins-re, azért az se volt kevés. Azt is több héten át tartott, mire sikerült feldolgoznunk, de hát ha itt tényleg ennyi minden van, akkor nem fogunk unatkozni továbbra sem. És ha nem is látok, hogy ahol egyes szintű lehetőségek vannak. A legkisebb a hatos talán itt. Ja, itt van 1-től 5-ig, aha. Jelenleg Katalóniában vagyunk. Oké. Hát akkor majd lehetett futni, nem? Így, aha. Ez mész. Ha, itt most ilyenekből lehet lootolni. És itt meg van valami pénz. Ezek mindig jók. És megvan a fotómód. Ja, ugyanolyan, mint korábban volt az Origins-nél. Ezt most nem fogjuk használni. Kaptam egy olyan infót, hogy még jelenleg nem teljesen működik, és csak fekete hátteret sikerül. Ami ugye nekünk annyira nem jó. Hát ez mit szeretne? Csak így simán ránk támadnak. Ezek kik? Mit akartok? Na, még a támadás megvan, nem megy. Ja, ők voltak ezek szerint azok, akiket sikerült elengednünk. És visszajöttek többet magukkal. Hát ez csúnya dolog volt, úgyhogy... Kicsit talán visszamegy az életünk, mielőtt még kinyílzi ilyesz. Sutty. Ez egy csaj volt. És jól összevérezte itt nekünk a ingatlanunk szélét. Nincs nál semmi, nem lehet lootolni. Kár. Ez mi ez? Nem akarom őket cipelni. Na, nála van loot. Egy darab fém. És pedig neked mit van? Na, neki már van pénze, fémje. Meg ez a táblája. Hát oké. Mit lehet csinálni egy ilyen kecskével? Gyere kecske! A törött íjunkkal lehet valamit kezdeni? Még arra lennék kíváncsi, mert azért én örülnék egy távolsági fegyvernek. This section is empty. Aha. Ezek még egyelőre semmi olyanunk nincs, ami elérhető lenne. Van 40 darab nyilunk, de nincsen íjunk. Az úgy érdekes. Vagy nem az a dárda volt. Itt nincs semmi. Itt sincs. Tehát ami szürke, abban nincsen semmi. Ja, itt volt az a törött így. És kecske sajtunk is van. Szopé. Ezeket el lehet pattintani, aha.
anyja, és valahogy ezt a törött íjat meg kell szerelni. Oké, hát ezt meg biztos a játék folyamán megtudjuk. Hát akkor... irány. Marcus Vanyard. Na. Hívjuk a kis madárkánkat, Ikaroszt. És valami osztrakát kell megtalálni. Mi a osztraka? Illetve, hogy itt mit jelez? Ez mi? Az egy kincses ládikó. Oké. There you are. Let's see what you've gotten yourself into this time, Marcus. És Marcus a civil. Hol volt ez a láda? Most minden apróságra szükségünk van, emlékeztek, hogy ezt úgy szoktuk, hogy gyűjtögetünk. Itt vannak így a különböző ingatlanok. Itt valaki már csinált egy képet, akkor mellettük működik. Hol van ez a láda, amit előbb bemért nekünk? Ikarosz. Ja, ott van lent, aha. Piskóta lesz, mindjárt megvan. Na. És sikeresen feldolgoztunk egy puha bőrű kecskét. Oké, hát ezt a víz alatt mutatja. Vagy a föld alatt, vagy... nem is értem. Biztos van valami lejárat. Ugye továbbra is kérdőjelek jelölik a ismeretlen területeket. Például Zeus templomának romjait. Yes, this is the vineyard. Straight ahead. Na, itt van valami. Tetis barlangja. És ott van a kincs, amit bemért nekünk, Ikarosz. Hát azt visszük magunkkal. Szereztünk egy almát, meg drakmát. És már is búvárkodással kezdünk. Még igaz, hogy belátunk a kis szoknyája alá. Nem szégyellős. És ott is van a kincs. Meg a sok aprólék, ezt mind elvisszük. Na, lett egy másik övünk. Hát már mennyivel jobban vagyunk itt eleresztve. Meg itt van még más. Úgy látszik, itt ennyi az annyi. Hát még elég gyenge a légző képessége, úgyhogy mielőtt még beadjuk az unalmast, el kéne hagyni ezt az ingatlant. És mennyivel könnyebb lett volna, ha emlékszem, hogy merre jöttünk befelé. Ott a fény, ott a fény. Úgy fölmászik, mint Bayek kis papucsában. Ez ilyen kőfalra? Úgy fest, igen. Ugye föl is kapjuk ezt a vadi új övet. Mert hát mégis... jó, hát azért ez menőbb. Na, most már, hogy nem csak egy ilyen herevédővel rohangálunk, hanem van valami övszerűségünk is.
A sas szem opcióra lennék baromi kíváncsi, hogy hogy lehet bekapcsolni. Mert ez időnként jó lenne, ha látnám, hogy merre hány méter. És találnék ilyen kis lábikókat, meg köcsögöket. És nem csak a saját szememre kéne hagyatkozni, hanem a sas szemre. Vagy lehet, hogy itt még az olyan régi, hogy annyira régen vagyunk így a történelemben, hogy még ilyen képessége nincsen. Viszont itt úgy néz ki, hogy visszatöltődnek a dolgok. Mert ha emlékeztek az Originsnél, hogyha felhasználtunk egy ilyen elrejtett ajándékot, akkor az utána üres maradt. Jelle kapja nekünk Ikarosz. I am grateful, Ikarosz. Figyelj. Szerzett még nekünk nézét is, agancsot, vagy nem tudom, milyen van a kosnak, szarvat. Érdekes, szép. Lehet, hogy egy jó sokáig fog tartani, hogy eljussunk Markushoz. Itt mi van? Lopunk? Nem lopunk. Miért lopnánk? Beszéljünk inkább a paraszttal, nem? Nem akarsz velük beszélni. És te? És egy ládikó. Első a láda, aztán a biznisz. Hol láttam azt a ládát? Csirke. Hogy lehet valamit csinálni, vagy csak? Vagy csak nem lépünk rá. No. Hol láttuk ezt a ládát? Aha, itt van. És itt van ez a papír, amit előbb jelzett. Jó, akkor első a kincs. Aztán a papír. Aztán pedig Markusz. Ja, hogy így stílelünk. Aha. Ó, volt benne egy 4-es szintű gatya. Akkor viszont még egy másodpercre... menjünk vissza a kollégához, de akkor nem. You can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Alexios, thank the gods! Phoebe found you in time. I can still hear you! I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's besides the point. You bought a vineyard, Markusz? A vineyard! Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Everybody buys wine. Why not from me? Okay, szóval Markusz annyira nem ért a bortermeléshez, mert az űrge, akivel beszélt korábban, azt mondta, hogy ott meg fog pusztulni az összes szőlő, mert hogy ott gondolom kiég vagy ilyesmi. És Alexios meg kérdezi, hogy miért is vett ő borászatot. Hát mert ő szereti a bort, meg ő is szereti a bort, meg abban alapvetően mindenki szereti a bort. De nem tudja, hogy hogyan kell bort csinálni, és bukni fogsz. Legyünk vele szerintem kedvesek. I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get some wine. Oh, it's that simple, is it? You know me better than to think I don't have a plan. Markusz always has a plan. All right. Then do you have the money you owe? Szerintem meg tudod tanulni. Do I have the money I owe you? Szőlőt termeszteni, a bort csinálni. Well, no, not at the moment. Okay. Then get it.
Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you in Sami, my friend. Who's the merchant? Thuris. You know Thuris. He's very nice. Okay. Tehát el kell mennünk Samiba, egy Thuris nevű kufárhoz, akinél van jelenleg Marcos pénze, ami a mi pénzünk. És fejezzük be a pénzt, de vagy a pénzszórást neki, illetve túl kedvesek vagyunk vele. Thuris! Nyilván ő. How stupid can you get? Stop giving him money! He always pays me back. After I threaten him. Exactly. Csak azután fizet, miután mi megfenyegetjük. Thuris gets his money, I get my interest, and you have work. Kefalonia is wonderful, is it not? Okay. Hol van? Akarjuk a saját pénzünket. Hol van Thuris? És hogy kezeljem? How do you want to handle this one? Not like you handled that olive oil business. That was too much. I got the money. And now we'll never get any more from him. If you kill them all, nobody benefits. Threatening them and maybe more. Breaking things, certainly. Steal the money if you have to, but don't rob me of my customers. Unless you can't avoid it. These things happen. Okay, szóval hogyan kezeljük az üzletet? Általában akire mi rászabadulunk, az meghal, és így az olajbiznisz is csődbe ment. Úgyhogy olyasmit kéne csinálnunk, hogy jövedelmező maradjon. Szóval kell a pénz. Money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine, but I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But... Think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. Okay, és elvisszük egy lovát, mert túl meleg van, és nem akarunk ennyit sétálni. És hogy mindenki jól járjon, nekünk jár egy ló. Kész vagyok választani. Mit lehet tudni a bal oldali lóról, a középsőről vagy a jobb oldaliról? Hát, jó. Tell me about this one. The Skyros. You have an eye for sturdy stock, my friend. That horse can cling to mountain passes like a god. Aha, ez olyan, mint egy kecske, fölmászik a hegy oldalra is. Jó. Oké, a középső. The one in the middle. Tell me about it. Ah, you have picked a beauty, my friend. That horse is from Thessalonia, bred for its courage. Vakmerő. Oké. Okay. I've made my choice. Which one will it be? Sose tudjuk meg, milyen a harmadik. Igen, ezt elkapkodtam, hát akkor legyen a bal oldalinak, inkább hegyi kecske kell. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. Ezt mondja, nem éri meg ez a ló. Hát talán meg tudjuk nézni. Maybe I should have another look. Choose wisely. Jó, akkor that a jobb oldalit ismét megtudjuk. On the right. That one? Nem nagyon akar nekünk lovat adni. Maybe I should have akkor az első megérzés a helyes, elviszem az elsőt. The one on the left. That one? This is the one I want. Are you sure? Because... I'm sure, Marcos. Everybody benefits, especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me down. Phobos. Remember, Phobos meet me at the temple in Sami when you have your money from Thuris. Ah, Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the direction of Itimena Beach. The beach?
Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about dear Duris, Alexios. Oké, tehát el kell mennünk a tengerpartra, mert a Kiklops emberei elloptak néhány cuccot. Most komolyan rátámadt a lóra a kutya. Szóval el kell mennünk a partra és megmenteni valakit, mert a Kiklops emberei... Jaj. A Kiklops emberei elrabolták. Hova lett az a patás? Jó. Na és itt van olyan megkötés, mint az Origins-ben volt, hogy lakott területen belül nem tudunk vágtázni. És egy újabb gyerek. Come on! Kecske. Ja. Fobosz ledobott minket. Olyan, mint tüske volt az Origins-ben, hogy ő se bírta a mély vizet. Minden esetre szépen mozog. There they are. I'll sneak up on him, Alakes. Let me go. Shut it. What are you doing with those ropes? She made good ransom drachmi for the Cyclops. No one's gonna buy me from you. They're all poor. Keep quiet, Phoebe. This tall grass will keep me hidden. Na, nem tudom megmozdulni ilyenkor, hogyha ben vagyunk a fűben. Jó, hát lehet asszaszinálni, jó. Can't let the rest of those malakas get away. Oké, okay. Ja, le kell őket vadászni. Csak annyira jó lenne, hogy látnám, merre bujkálnak. Szegény öreg kopasz bácsinak biztos egy pillanaton belül kampó. Csajvalod itt ment el jobbra, nem? Ott guppaszt a bozótosban. Van még egy ipse, ezt most láttam. Hát, konkrétan sejt beszúrtuk. Alexios, I'm here! Untie me! Pillanat, első a biznisz. Na, egy másik, második szintű szoknya. Mindjárt kettes szintűek leszünk és felvetjük az új szoknyánkat. Are you all right? It wasn't so bad. Last time they put a cloth in my mouth so I'd stop biting. Phoebe, just be careful. You're alone now since... Since my parents died? I'm okay. I've got you and you've got me and Marcos. We're your family, right? Úgy látszik, mi vigyázunk rá, mióta a szülei meghaltak. Illetve Marcos, aki eléggé simlis alaknak tűnik így elsőre. Most valami visszaemlékezés történik. Igen, még azt mondták, hogy a játék eléggé lassan tölt. Ezt azért ti is látjátok, hogy kicsit tovább tart neki még minden, de ez a következő patch-el állítólag orvosolva lesz. Reméljük. You'll have to be stronger than that. Don't give in. Let him have it. Ez
Az apja tanított minket gyúrni. Again! Up! Yes, Pater. Spartan. Ah, ez az apja. Rises as soon as they have fallen. Spártainak neveli. Akkor lehet, hogy a Phoebe a testvére? Widen your stance. A soldier grounds themselves. Good. Good. Fölveszem az alapállást. Nem le kell ülni a papát. That's enough, Nikolaus. The sun's going down. Time to eat, don't you think? Facsi idő van. What are we eating tonight? Tonight we are having baby Cassandra. And what a fish she will be! No, not her. Take me instead. I'm tasty. Yes, yes. Ah, oh, Cassandra, akkor a tesók. Now, come inside. The lamb's turning black. És hát úgy tűnik, hogy legalább 8-10 évvel kisebb, fiatalabb, mint yes, mi. Mother. Alexios. You are my greatest pride. Remember that. Oké, mindenki a legnagyobb büszkesége, és mi visszük dicsőségre a családot. Oké, ez kedves. Akkor ezek után miért emlékeztünk vissza arra, amikor mondtuk a Phoebe-nek, hogy egyedül van, amióta meghaltak a szülei. Biztos ezek a visszaemlékezések majd később kiderülnek rendesen. Right. You worry too much. You don't worry enough. We'll be alright if we watch out for each other. Which reminds me, the thug said you should watch your back. What they say? They said the Cyclops put a big bounty on you. Talos the Stonefist wants you dead. Talos, the mercenary. Oh, am I ever not in trouble? Better get him before kicsit he gets you. Kicsit olyan Ezio-s akcentusa Alexiosnak. És úgy tűnik, hogy vérdia tűzött ki a kiklopsz a fejünkre. Here. És valami kőöklő óriás fog minket molesztálni. Aha, és ott meg is jelent a bántihantörösködés. I'm going to have to take care of that. Le fognak minket vadászni, hogyha sokáig van rajtunk ilyen. És jelenleg a tápláléklánc legalján vagyunk. Ez mi? Online service error? Jól van, azt szeretjük. Jól lettek ezek a mercenárik. Szóval, jelenleg mi vagyunk a legutolsók. Egy ötös szintű kőöklű Talos, nem Thanos, van fölöttünk, aki eléggé szakállas és szép nagy állatnak tűnik. Utána van egy sokkal kisebb emberke, meg még egy harcosnak nézem, meg valaki egy nagy dárdával. De ha jól értelmezem, innen kell egészen eljutni erre a szintre, nem ez csak a 7, akkor gondolom még jóval többen lesznek. Oké. Okay. Na. El kell mennünk begyűjteni a tartozást. Jó. És van valami itt a kis táskánkban, mégpedig dokumentáció. Az annyira nem, viszont van cipőnk. Az új gatyánkat még nem tudjuk fölvenni. Ez ugyanaz, nem? Nem ez 9-es, ez meg 10-es.
De tök mindegy, mert nem tudom fölvenni, úgyhogy csak van. És itt a paci. Oké. Gondolom, mi nem kéne összeakasztanunk a bajszunkat ezzel a Talos űrgével, mert hogy kicsit nagyobb szintű, mint mi. És miután még annyira nem érzem biztosnak a eszközeink használatát, én nem feltétlenül vele kéne kezdenünk. Valóban továbbra is van GPS, hogy be lehessen kapcsolni, hogy tartsa az utat, és akkor nem kell irányítani. Vagy bóklászunk, amerre szeretnénk. Rendítsek. Sami. Jól van, itt kell valahogy bucira vernünk Duriszt, hogy megadja a tartozásunkat. Ez egy halászfalu, és nem nagyon köztisztaság. Hol van itt egy kovács? Sami, Duriszt will be at his shop. Ez mi? Ott van egy ládiko. Hát ha már ilyen szépen kérnek, hogy gyűjtsük össze, akkor nem mondjunk rá ellent. Aha, és hogyha összetörjük az áruját, akkor erőltetjük, hogy fizessem. Meg is ölhetjük, az annyira nem jó, de játszik. Jó. Okay. Itt lehet lopni. Úgy is köröznek. Itt leparkoljuk Phoboszt. Ilyenkor amúgy ez rossz, vagy... Nem tudom, hogy ez rossznak számít, hogy ellopjuk a dolgokat, mert hogy... Másnak nyilván úgyse kell. Láttam, hogy ott egy kettes szintű katona. Szia, kutyi! Mekkora volt az a kutya. Itt egy kisebb termetű ló. Ez itt Duriszt? Mit is lehet lopni. Vegyük kölcsön, mert még meg kell alapozni a későbbi felszereltségünket, meg mindent. Meg biztos visszafizetjük, nem? Viszont ott van egy ilyen szobor. Message board, aha. Ez egy küldetés? Szerintem ez egy küldetés. Ó, és nem tudjuk leszedni az életét, hogyha le akarjuk nyomni a kollégát, úgyhogy még egy kicsit vagy... próbáljuk ki. Ne lögdös, mert... Ó, hát eléggé. Alig tudtam megsebezni. Ezt ő viszont elég jól megoldotta. Plac. Hát eddig ilyen se volt, hanem hogy dönthetünk, hogy hogy töltsük vissza a játékot. Érdekes. Nem rossz, csak szokatlan. De legalább megvolt az első halálunk. Elmondhatjuk, hogy második szintűben, úgy, hogy majdnem második szintűek vagyunk, nem kéne belekötni. Ezt most próbáljuk meg még egyszer, jelen ez ki van választva. De miért nem működik az íjunk? Várjunk, hol volt ez a kovács?
Kovács, kovács, kovács. Teljesen ötlet szinten, ha meglátogatjuk a kovácsot és hozzávágunk mondjuk 8 drachmát, kb. Annyit van, vagy 10. Nem volt vagy 500, amikor elkezdtük. És szépen megkérjük, hogy... Ez Duris? Nem akarok Duris-szal beszélgetni egyelőre, a kovácsot keresem. Oh-oh. Látjátok azt ott? 72 méterre tőlünk. Az, hogy én láttam. Minden bizonyal az Talos. Aki, hogyha összeakasztjuk a pajszunkat, az elég gyors és fájdalmas lesz. Ez folyamatosan erre jön, úgyhogy érzi a szagunkat? Ennyire büdösek vagyunk, vagy... Hogy lehet lerázni? Nyilván, ha összecsapunk vele, akkor biztos meghalunk, úgyhogy... Ez elkerülendő. Addig szálljunk hajóra, vagy csináljunk valamit. Folyamatosan arra megy, amerre nagyjából jártunk. Most betöltjük a küldetést, akkor... Hopp, itt van mellettünk egy. Hát, láttátok, mennyit tudnánk sebezni rajta? Körülbelül úgy semmit. Úgyhogy... Ezt közlekoznám. Ott a kovács, talán. Jó, nem erre jön? Eladunk. Upgrade-elünk. Zengrave. Ez a törött akármi? Ja, nem ez a... A kovácsnál lehet kapni mindent. De hogy lehet íjat szerezni? Nekem egy íj kell. És mit lehet eladni? Gondolom a kecske sajtot. Trade utca, ha? Na, dől a lé. Thanks for looking. Jó, hát végül is megvette. Hello, Thuris. Business looks good. Tell Marcos to come down here himself, if he wants his money. Huh? Ah, but I'm here now. Look, I was a little late paying. Küljük ide Marcost, a pénzt akarjuk, de már itt vagyunk, úgyhogy adj ide a pénzt. I don't have it to spare. You should have thought of that when you borrowed drachmas. But my family. It's hot. I'm in a bad mood. And you're going to pay. We both know. Rossz kedve van és fizetni fog. The question is, what do I break first? You or your merchandise? You tell Marcos I've paid enough already. I won't bow to a mercenary or to someone foolish enough to borrow money from the Cyclops. From the Cyclops? That's how he bought his vineyard? Look, I know you'd be dead without Marcos. What with him taking you off the street as a kid. But you know what he's doing is crazy. Okay, tehát a Cyclops-tól vett fel hitelt, hogy megvehesse a borászatot. És mi eléggé forró fejűek vagyunk, úgyhogy valószínűleg már rég hullák lennénk, ha ő nem lenne mellettünk. De most egyedül van. És akarom a pénzemet. Szerintem azt mondjuk neki, hogy egyedül van, biztos ránk szabadít valakit, de menjünk bele a játékba. Forget it, Drachmi. Marcos and I need to have a talk. You're letting me go? Then at least take this sword. Nothing special, but it's better than that rusty one you've got. With the Cyclops involved, I'll need it. You better set Marcos straight or you're both dead. Na, milyen jó volt, hogy nem vertük le, mert így adott nekünk egy... Vadi kardot, ami nem olyan nagy durranás,
de a miénknél mégiscsak jobb. És... vissza kell mennünk Marcoshoz, hogy a körmére nézzünk, hogy miért is bizniszel a Kyklopszal. És remélhetőleg a vasöklő Thanos nem fog minket zaklatni. Ti mit szeretnétek, nem? Itt van, nézé. You're running out of time until the Cyclops comes for you, Malaka. He wants his money. És milyen szép ember. Could I have an extension? When he sails back to Cephalonia, he'll come and break you as soon as he docks, if you don't get it. Now, let's be civil. You can't hide behind your glories, Mystios forever, Marcos. He'll kill you, the mercenary, and that little runt girl that hangs around. Of course, not a problem. I'll get the drachmi. Good. Or I'll come and watch the Cyclops feed you to his goats. Oké, most ez a Kyklops, ez úgy Kyklops, hogy igazi Kyklops, tehát egyszemű óriás, mert azok dolgoztak állandóan kecskékkel, és ő meg akar minket ölni, és megetett a kecskével. Are you out of your fucking mind? We can get the money back, can't we? I'm sure it's possible. Visszaszerezhetjük. Lehetetlen, megpróbálhatjuk. Vagy már megvan a, vagy meg lesz a pénz. Hát, ugye Durisnál megállapodtunk, hogy nem hozzuk el. Nehezek ezek a döntések, mert régen csak úgy belementünk, és utánunk a vízető. Próbáljuk meg. It will take a lot of work. And even then I'm not sure. We have no option but to try. Then you'd better be willing to help. I won't do all the dirty work. I long for the old days. Remember them? They were simple. You had nothing, young and alone, and I had everything. And I gave you the world, Cephalonia, in the palm of your hand. Tehát... Cassandra! Hop, hop, kicsit fagyi van. Tehát... ő karolt fel minket, amikor nem volt semmink. Ő... eléggé morbid a környék. Hogy látszik itt a családot valami sújtja. Sőt, lehet, hogy mindenkit kinyírtak, csak ő úszta meg. És akkor megtalálta Marcos, és... nevelgette meg. Vigyázott rá. És úgy néz ki, hogy partra vetődtünk itt a kis szigeten. Cephalóniában. Aha, itt a fiatal Marcos. Vagy ez a Kyklopsz is még kétszer van. Nem, ez Marcos. Oh! Ha! You hungry? How about we make a deal? I do something for you. You do a few things for me. Everybody wins. Best offer you're gonna get. Huh? Think about it. Tehát úgy fogadott be minket, hogy ő is megtesz Wait. Nekünk valamit, mi is megteszünk valamit neki. Hát gyorsan mellé álltunk be végül is, így értető. Cephalonia. Some gift. You were nothing without Marcos. And look how far we've come. From an orphan on the streets to a Mystios with a hovel. Another Cyclops will take everything away. I can't protect you from him forever. He'll kill me too. Oh, don't be scared of him. Look at you. Nem tudjuk megvédeni a Cyclopstól, mert egyszer minket is ki fog With what weapons? A rusty spear? A broken bow? There you are. Skulking around the temple won't save you from me, Marcos. Drusilla! I was just talking about you. You were? I need that wood, Marcos.
These new balls will be the talk of the island. I can't make anything with those bandit malakas stopping the wood shipments. Of course you can. Why, I was just filling my friend Alexios in on the details. He already has a plan to deal with these bandits. Késik, és azt szeretné megkapni. Ismersz, mam. You know me, always prepared. What did I tell you? Majd én szerzem vissza a fát ezek szerint. I don't care who does it, but someone better got those bandits today. A wonderful idea. I, for one, need to rush home. Alexios, I've cooked up a plan for our Cyclops dilemma. See me when you have time. Okay, akkor menjünk a fa ügyet intézni, aztán, hogyha ráérünk, akkor találkozzunk Markusszal. I usually only pay when the deed is done, but shit's moving at a snail's pace. Follow me. These balls will make me rich as Chrysos. They're that good, are they? És ez itt ki? Hát később megnézzük. Everybody benefits, I guess. Who are you? Marcos? You should be tired of this small-time shit. You'd make a fortune in this war. Plus, I hear you're a secret Spartan. That was a long time ago. I'm a Kefalonian. Mi van? Hand it over. Okay. There you go, good as new. That bow is as strong as Irakis himself. Give it a try. Már megérte. Shoot your arrow at those dummies. Oh, igen. Sokkal jobban érzem magam. Ability menü. Szintet lépünk, király. Ha, ugye itt van a képességfánk. Jaj, van assassin, vadász és nem látom az utcsót, harcos. Oké, hatodik érzék. Ez fura volt. Lábon lövés, meghal. Aha, 5 másodpercre lassítjuk az időt, jó. Igen, megint a shotgun-os változat. És a nyomkövető nyíl, úgy örültem volna, ezt kiveszik belőle, ez olyan fölösleges volt. Aha, ez ilyen öklelő támadás, ez hasznos. Ez meg olyan This is Sparta mozdulat, sutty. Szép hasas volt. Aha, ez ugyanaz, csak kicsit erősebben. Shadow Assassin. Igen, a seggbeszúrás után még egyszer. Rendben. Mérgezés. Aha. Megcsapjuk, és akkor meg van mérgezve. Világos. Ó, ez kell nekünk. Ja, igen, a sasszem. 15 méterrel lehet tőle látni. Nehéz kérdés. Vagy az időlassítás az IS-6-hoz, az se lenne hülyeség. Vagy ez, tehát erre szükségünk van, mert ezt állandóan nyomogatni fogom. Upgrade meg 20 méternél. Ah, és így is lehet upgrade-elni? Aha, érdekes. Ó, igen, mindjárt más. Ennyit a bújkálásról. Hát, sok esélyem nem volt. Pedig kapott két homlokos, de meg se érezte. Igen, ez várható volt. Azért mondjuk ez egy kicsit nehéz így, hogy folyamatosan bujkálhatunk addig, amíg elég magas szintűek nem leszünk, mert így az Origins-ben legalább egy idő után arrébb mentek, hogyha nem akasztottuk velük össze a bajszunkat.
Ajaj. Akkor ezt talán egy kicsit később oldjuk meg. Még mindig jön? Nem, szerencsére nem vett észre. Zeus temploma, aha. Szép a dekoráció, csak az a baj, hogy én még mindig látom ezt a ötös szintű vadállatot. És jön utánunk, valami szemem. De tényleg nem lehet lerázni, vagy? Ugolás. Hát, elmegy. Kicsit van időnk. Istenek lábnyoma, hogy beszéljünk Drusillával. Hát végül se sikerül kikerülni a nagy harcost. Akkor nincs olyan nagy gáz. Oké, valahogy tuningoljatok fel, hogy le tudjam vágni ezt a vadállatot. Fair is fair. Are you going to get my wood? Those fucking bandits need a thrashing. Nincs időnk, hogy megelítjük a banditákat. I'll fix your wood problem. Finally! Marcos sure is lucky he's got you as his scapegoat. Any idea where these bandits are? I'm not a tracker, I'm a boyer. They're in the mountains somewhere, that much I know. I'd check close to the lumber camps. Mm-hmm. Jó, hát valahol a hegyekben egy barlangban Why bújkálnak. Why do you need this type of wood? I've been working on a new type of bow. It's more flexible, so it lasts longer and can fire at greater range. Only a very special kind of wood that grows high in the mountains will do. És egy nagyon extra sure fajta új íjat tervez, ami sokkal messzebb elő és könnyebb. Légy türelmes. Wait a moment. I'll deal with these bandits and get you the wood you need as fast as I can. Have patience. It won't take long. If you knew how long Marcos has been feeding me excuses, you wouldn't be saying that. All right, I did something for you. Now you do something for me. Get my wood. Okay, hold on. Megint itt van. Ajaj. Meg kéne keresnünk, hogy merre vannak a nénikének a fái.
persze, hogy megint rossz irányba kell futni, hogy jó legyen. Gyere, Phobos! Ide! Talán sikerül leráznunk egy kicsit a... rossz arcú kollégát. Gyerünk már, kapcsolj rá! Látszik, a városban sem lehet futni. Come on. Come on. Here's where the ambush happened. I should look around. Itt csapdáztak. Ja, úgy látom, elég messze vagyunk most a lovas barátunktól. Was emptied, then left behind. The thief can't have gotten far with that much cargo. Aha, elvitték a cuccot, és nem juthatott messzire. Ez megint ez a? Ja, ez egy kecske. Shot in the back while fleeing. Must be the work of bandits. Valószínűleg ők nyírták ki. Hát igen, ez elég egyértelmű volt. Itt van egy harmadik nyom. Aha. That's a lot of footprints. A group left this area, headed west. Valahova nyugat felé mentek. Ezek szerint nyugat erre van. That must be the bandit camp I'm looking for. És 180 méterre vannak tőlünk. Jasszesz, jaj! És ott jön meg itt. Jó, legalább lett egy farkas bundánk. És komolyan itt. Kettes szinten kell rohangálnom addig, amíg elég magas leszek, hogy ezt a vadállatot le tudjam gyűrni. Ezért hagyhatna egy kicsit egérutat vagy valamit. Még egy farkas. Remek. Ennyit a rajtaütésről. Ez nem egészséges. Hát ezt nem hiszem el. Ez a kettes szint, ez semmire nem jó.
az orrom nem csal, akkor pont itt van ez a állat. That must be the bandit camp I'm looking for. Nem tudom, mi a rosszabb, a farkasok, vagy a banditek. Nem kéne ide jönni. I need to sneak up on them. Vetőtésről megint. There'll be trouble. Hát, látszik, a vezért ezt pont sikerült lekapnom. Na, jön a kutyi. Jó. Merre van? Lehet, hogy amíg fűben vagyunk, nem érzékel minket? Vagy más sem lát? Igazából nem a kettes szintű rossz fiúk bökik a csőrömet, hanem a Thanos. Ajaj. És megint itt van. Ez a kürt azt jelenti, hogy itt van. Na, de jó. Éj, ez van a távolsági gerej, ha itt volt. Nem láttam a kollégát. Itt áll mellettünk, bassz. Ó, van egy kettes szintű karvédőnk. Majd úszni mennyire tudnak. Yeah!
haladunk, persze. Azt hittem beúsznak utána. Ilyen szép távolságban nem tudjuk leszedni. Úgy veszem észre, a víz az nem barátja. De nem is látom. Megéreztek? Szerintem nem. És mennyi nyilunk van, azért ezt nem ártana tudni. Lehet mászni, mert ha igen, akkor gáz van. Ez érdekes, mert belefullad a vízbe. Nem bánnám. Hogy 40 nyilag van összesen. Jó, most úgy lesz ködöve szorult, vagy nem tudom mit csinál. De vagy elég sokat kell belelőni ahhoz, hogy bármi történjen. Ajaj. És tudnak sziklát mászni? Persze, hogy tudnak. Az elmélet szép volt. Az mi volt? Jó, hát a részemről ráírunk, csak kicsit így azért eléggé nehézkes. Meddig úsztok be? Mennyit tudtok úszni? Remélem nincsenek krokodilok, meg ilyesmik. Szép volt. Nem válveregetésnek mondtam, de elég szépen fejbe kaptam. Vissza kell menni Drusillához. Na, mi van? Tudsz húzni. Hát, húzni nem is tud lőni elég jól. Hú. Most vagy visszamegyünk Drusillához. Örömködünk, hogy túléltük. Vagy megpróbálunk lyukat ütni a homlokára. Szinte semmit nem ér neki. Ez lehet, hogy mellé ment. Kitartó. 14 nyomunk van, az semmi nem elég. Visszatérünk később kiüríteni a dolgokat.
egy 300 méteres sprinthez mit szóltok? Jó, szerencsére van elég időnk ide hívni Faboszt. Hát jó. Ez kemény menet volt. Őszintén szólva nem is értem, hogy miért nem felejt el. It's Marcus's mighty champion. Don't tell me you actually did what I asked. I tracked the bandits and sent them to Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary? No. Bebizonyítjuk, hogy... I didn't expect you to believe me, so I brought this. Here's your proof. A sample of the special wood you want so badly. These bows you're making had better be worthy of Apollo for all the trouble I've gone to. By the gods! You sure you work with Marcos? He's never once delivered on a promise. Incredible. I might work with him, but I'm true to my word. Then take your pay. Give none to Marcos. És megvan a harmadik szint, na ez már sokkal barátibb. És most föl is vesszük a harmadik szintű akárminket. Hát lesznek itt érdekes dolgok. Na ez mi volt ez a mérgezős akármi? Lehet, hogy ez lenne a leghasznosabb ellene, hogy talán jól nagyot tudjunk rajta csapni. Úgy is meg kell csinálni minél többet, úgyhogy... Ó, hogy le kell raknunk, hogy melyik gomba csinálja ezt. Aha! Legyen az X-el kell úgyis futni. Aha, és bármikor le tudjuk cserélni. Tök jó. Na. Folytassuk innen, srácok. Remélhetőleg Talos nem talál meg minket egy ideig, amíg egy kicsit föltuningoljuk magunkat. Illetve még egy dolgot akartam, hogy gyorsan vegyünk fel egy harmadik szintű rucit, legalábbis amiből van. És... persze, hogy nincs. Viszont van kézvédőnk, kettes szintű. Igen. Van egy hármas íjunk. Igen. Ez a jobb kard, amit kaptunk, mert nem vertük meg Duriszt. Itt mi van? Jó. Szóval, srácok, folytassuk innen. Remélem tetszett, nekem tetszik, nagyon izgalmas. Még szokni kell egy kicsit a nagyon RPG vonalra elment irányzatot, de minden esetre nekem tényleg tetszik. Remélem legalább olyan élvezetes lesz, mint az Origins. Úgyhogy, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, várom a kommentjeiteket, és folytatjuk legközelebb. Sziasztok!